Alig egy órával a nyitás után már egyre több szépkorú érkezett, hogy átvegye a neki szánt városi ajándékcsomagokat a helyi piac tér emeletén. Nem tudom, mi van benne, de biztos, hogy fel fogjuk használni és el fogjuk fogyasztani, és nagyon hálásan köszönjük mindenkinek, aki ehhez hozzájárult vagy gondolt az idősekre. Összesen 4500-an regisztráltak, nekik a tavalyi kettő helyett 4000 forint értékben vásároltak tartós élelmiszert és ajándéknak is adható édességet, még hetekkel ezelőtt a polgármesteri hivatal munkatársai. Így a szatyrok értéke mostani áron számolva nagyjából 6000 forint. A napokra pontos beosztás történt a hivatali dolgozói létszámból. Gyakorlatilag azt akarjuk elérni, hogy zökkenőmentesen is minél gyorsabban menjen a kiosztás. Arra kérnénk szépen mindenkit, hogy a megjelölt napon ABC sorrendben, amik meg vannak hirdetve, akkor érkezzenek, azzal gyorsul a dolog. Az ajándékokat az igénylők vezetéknév alapján ABC sorrendben adják át. December 8-án csütörtökön az A betűtől a CZ-ig kezdődő nevűek érkezhettek reggel 8 és délután 4 óra között. Sokan eljöttek már annak ellenére, hogy 9-10 óra magassága körül járunk. Sokan eljöttek és nagyon-nagyon fegyelmezetten megy a csomagosztás. Bízunk abba, hogy ez az elkövetkező napokban is így lesz, és akkor minél gyorsabban, minél hamarabb meg fogja mindenki kapni a csomagját. December 9-én pénteken is folytatódik az ajándékok kiosztása a Szekszárdi piac tér emeletén. Akkor azokat várják, akiknek a vezetékneve D-vel, F-vel vagy G-vel kezdődik. Ők délután 2 óráig érkezhetnek meg reggel 8-tól. Hétvégén nem osztanak csomagokat, hétfőn viszont ismét kezdődik az átadás.